Gál Petra a világ egyik legveszélyesebb országánál járt. Az RTL Klub műsorvezetője a Drive magazinnak elmesélte, miket élt át, amikor átpillanthatott a legkülönlegesebb rezsimbe Észak-Koreába. 2019 áprilisában Dél-Koreában mentünk forgatni. Meghívtak minket, hogy arról készítsünk egy riportot, hogy lesz-e még valaha béke a két ország között. Ezért elmentünk egy csomó érdekes helyre, ami nem csak érdekes volt, hanem nagyon veszélyes is. A Dél-Korea, a Szöul egy baromi dinamikus, egy gazdasági kereskedelmi központ egyébként a világban. És ugye ehhez képest Észak-Korea, ahova át is nézhettünk, egy olyan ország, egyébként nagyon ajánlom megnézni például a Földnek az elektromos térképét, hogy ahogy Dél-Korea világít, egy nagyon-nagyon sok lámpa, nagyon sok fény van, Észak-Koreában semmi. Olyan, mintha Kína és Dél-Korea között lenne még víz. Szóval elvittek minket egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon veszélyes utazásra, ez a demilitarizált zónába vezetett. A DMZ egyébként 250 km hosszú és 4 km széles, tűzszünet van 53 óta, de ugye a két ország nincs jobban egymással. A demilitarizált zónában nagyon-nagyon érdekes volt, hogy olyan úton vezetett a buszunk, ami tele volt aknákkal. Tudni kell, hogy több millió aknát hagytak ott. Ezek a mai napig ott találhatóak, és ilyen piros-fehér halálfejes táblák jelezték azt, hogy oda nem szabad egyáltalán menni. Amikor megérkeztünk, nagyon furcsa volt, hogy egy ilyen, és ugye ez még a dél-koreai szakaszon, egy teljesen szellem vidám park volt odaépítve, tehát ugye ezzel is mutatják a dél-koreaiak az észak-koreaiaknak, hogy hát itt milyen nagy vidámság van, milyen nagy szabadság és milyen nagy boldogság. Van ráadásul egy békeharangnak nevezett nagy harang, szintén itt a demilitarizált zónában a határon, amit ugye kongatnak a dél-koreaiak, és akkor ez is jelzi az észak-koreaiaknak, hogy hát itt ez a béke harangja, és hogy ezt a békét meg kellene kötni valamikor. Egyébként ide szerveznek turistautakat is, persze nagyon-nagyon megszervezett turistautakat, tehát te nem térhetsz le, nem bóklászhatsz ott önállóan a demilitarizált zónában, mert ez nagyon veszélyes. Nagyon sok iskolai osztályt utaztatnak ide, hogy nekik is azt mutassák a dél-koreai gyerekeknek, hogy elszakadtak Észak-Koreától. Nekem a demilitarizált zónában az volt az egyik legérdekesebb, amikor ezt sok ilyen fotón látjuk, távcsövek vannak kitéve a határnál, és átnézhetsz az észak-koreai részre, ahol láthatod a propaganda házakat, de azt is láthatod, hogy ezek üresek. És akkor ugye nagyon nagy hangfalak vannak ott kitéve, ahonnan így naponta jó sokszor üvölt így a kommunista ideológia, tehát azt a nagyon furcsa zenét hallod, és amit ők szeretnének közvetíteni, hát az azért hátborzongató volt. Volt egy nagyon különleges úti célunk is, az a neve, hogy Doraesan Station, vagyis Doraesan állomás. Ez egy ilyen szellem vonatállomás, aminek az egyik része Dél-Koreának egy északi pontját köti össze Észak-Korea fővárosával, Pyongyangnal, de hát nyilván nem köti össze, tehát itt nem történtek utazások, ez egy ilyen jövőbeni, majd ha meg lesz a béke állomás, de nagyon érdekes volt azt látni, hogy az állomáson belül rengeteg festmény jelképezte azt például, hogy Kim Jong-un és Moon Jae-in egymás mellett állnak, mintha béke lenne, de hát mindannyian tudjuk, hogy ez egy nagyon távoli jövő lehet. Szóval egy metropolis, tényleg nagyon-nagyon dinamikusan fejlődik, tele van emberekkel, zsongással, egyébként nagyon sok tüntetés is volt, zárójelben megjegyzem. Rengeteg negyed van Szöulban, ugye mindenki emlékszik a Gangnam Style zenére, és ott van egy ilyen negyed is, ott is voltunk. Open Gangnam Style! Rengeteg kávézójuk van, ami nagyon érdekes, mindenféle tematikus kávézó. Mi például voltunk a mosómedve kávézóban, ahol mosómedvék járkáltak, meg mászkáltak rajtunk kávézás közben. Egyébként ki kellett előtte üríteni a zsebünket, mert hogy ők lopkodnak is. Viszont volt egy nagyon vicces, oda mindenképpen el akartunk menni, ez a hát kaki kávézó, ezt nem lehet máshogy mondani, ahol például WC csésze alakú tányérból ehettük meg a barna színű fagyit, zseniális volt. Rengeteg street food van, ugye a koreai étel, ha bár nagyon egészséges, de azért egy idő után unalmas, és úgy az európai gyomrot szerintem abszolút meg tudja telíteni néhány nap után. Szöul abszolút biztonságosnak tűnt nekünk, tehát semmi kikötést sem kaptunk, hogy ne menjünk ide, ne menjünk oda. Budapestről mi úgy jutottunk ki, hogy Prágában
kellett átszállni, és onnan viszont egy közvetlen járattal mentünk Szöulba. Ott egyébként a helyieknek ez a pontossága és kicsit kockasága, hogy egyből felkaptak minket a reptéren, egyből mentünk a szállodába, tehát nem volt semmilyen várakozás vagy holtidő.